Tisztelt és szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai beszélgetésünk címe Identitás háború vagy az év értékelők diszkrét bája. Nem az volna a célom, hogy itt most a több fontos személy által előadott évértékeléseket összehasonlítsam, elemezem, hanem inkább ezek kapcsán, vagy Hát, ha még őszintében fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy ezeknek az ürügyén néhány dologról érdemes talán elgondolkodnunk, mert hogy valóban komoly lehetőség ez az évértékelő, ha, ha kedvesen, naivan és gyanútlanul veszük szemügyre, akkor miért ne gondolhatnánk azt, hogy ez egy nagyon fontos alkalom arra, hogy egy emberi közösség, közös nyelven, tehát kísértetjen arra, hogy közös nyelven elbeszélje a helyzetét, és megbeszélje a teendőit, legalábbis aki az évérték előtt tartja, az úgy is kezelhetnénk, hogy ez egy ilyen vitaindító ahhoz, hogy az adott emberi közösség elbeszélje a helyzetét, és megbeszélje a teendőit. Tehát egy vitaindító, egy javaslatsorra arra nézve, és hogy hogyan kellene elbeszélni a helyzetünket, és utána megbeszélni a teendőket. A valóság persze egészen, egészen más. A mintát egyébként ezen is érdemes elgondolkodni, mindehhez leginkább az Amerikában, hát tulajdonképpen most már talán a második világháború óta, tehát mondjuk 77 éve eh, talán folyamatosan létezik ez, de lehet, hogy még előbb kezdődött. Az, ami ugye magyarosan összeolvasva a rövidítést, ugye a SOTU, eh, tehát S-O-T-U, vagyis State of the Union, valahogy úgy lehetne fordítani, ugye, hogy a hazánk helyzetéről, mármint az Egyesült Államokról van szó, a Uniont illetően. Tehát az amerikai elnök, a mindenkori amerikai elnökök tartanak nagyjából ilyen tájt, egy ilyen State of the Union beszédet ezt persze az Amerikai Egyesült Államok esetében teljesen nyilvánvaló, hogy abszolút nem a nemzetállam Amerikáról szól. Ez a birodalom deklarációja, az elnök valójában a, a birodalom adminisztrátora, és engedelmesen mondta az elmúlt évtizedekben, meg persze elmondja, vagy felmondja inkább a, a neki feladatul rót leckét, vagyis valójában a birodalom értelmezési keretével és fogalomkészletével elbeszéli azt a hamis valóságot, amelyben a birodalom tárolni kívánja az egyébként jobb sorsa érdemes amerikai népet. Ez tehát az etalon, és hát többnyire valóban ez történik. Azzal a különbséggel, hogy az egyes lokalitásokban, mint amilyen Magyarország is, a különböző politikai szereplők abban a satúban, satú, satú. Tehát abban a satúban vannak, ahol az egyik satú az a bizonyos birodalom, az a globális hatalmi szuperstruktúra, amely feladatú rója a számára jelentéktelen adminisztrátorként funkcionáló amerikai elnöknek is, hogy értékelje a, az amerikai Egyesült Államok helyzetét. Tehát az egyik satupofa a birodalom, a másik satupofa viszont kétségtelen, hát nem a nép, nem a lokalitás népe igazából, hanem hanem hát az a minimális mértékben azért mégis hát követni kívánt valóság, ami, ami, a legitimációs minimumhoz. Beszéltünk már erről néhányszor, ugye, hogy minden hatalom alapvető dilemája az, hogy hát kell egy legitimációs minimum. Tehát a, a birodalom diktál mindent, tehát alapvetően, természetesen a birodalom igényeit kell kielégíteni minden lokalitásban, és így természetesen Magyarországon is, de azért a birodalom számára, az uralmi eliteknek azért mindig azt is jelezni kell, hogy jó-jó, tehát üzemeltettem én alapvetően számotokra ezt a lokalitást de hát azért valamennyire a legitimitás minimumig, az elfogadottság minimumáig azért azt a valóságot is tiszteletben kell tartanom, ez a másik satupofa, amit az én derék jó népem úgy többé-kevésbé a saját valóságaként ismer fel. Tehát minden hatalom alapvető dilemája az, hogy hát a valóságot egy bizonyos szintig tisztelni kell, vagy totális diktatúrát Alkalmaz, de bármilyen különös, erről is beszéltünk már, a legdrágább, tehát fajlagos költségeket illetően a legdrágább üzemeltetési forma a totális diktatúra. Egyrészt rendkívül drága, rendkívül magas a fajlagos költsége, minden más uralmi formánál. Ezért is hülyeség, bocsánat, tehát itt, hogy diktatúra van, meg, meg egyebek. Diktatúra ö, már legalábbis formálisan már csak azért sem lehet, mert hogy túl drága. Annál már sokkal olcsóbb az, ami egyébként az utóbbi évtizedekben egyre inkább meghatározója a világnak, és ez a valóság leváltása. Tehát ha a valóságot valamennyire a legitimációs minimumig tiszteletben kell tartani, akkor a legegyszerűbb minden hatalom számára a valóság leváltása, és akkor Ezekkel valósági valóságipari művekkel, amelyek legyártják, tehát a, a hamis narratívákkal és a, ezen hamis narratívákat közvetítő médiagépezetek segítségével, tetszés szerint legyártott, hamis valóságokban lehet tárolni hatalmas embercsoportokat. Tehát amikor az évtéklőkről beszélünk, akkor valójában ezekről a jobb sorsa érdemes, de satuba szorított uralmi tényezőkről van szó, maga az amerikai elnök is természetesen ilyen, és a lokalitásban megszólaló, most mondjuk a miniszterelnök, az ellenzék miniszterelnök jelöltje, meg hát az a bizonyos harmadik személy, a nevéről nem érdemes beszélni, aki ugyan nem miniszterelnök jelölt, de hát az ellenzék meghatározó figurája, és ebből a szempontból rátekintve ezekre az évértékelőkre nagyjából a következő tanúságokat vonhatjuk le. Mindezt ezt, ezt, szeretném megosztani veletek. Nem a konkrét személyek az érdekesek, hanem inkább a szerkezete, tehát a tematizációs szerkezete, illetve, illetve a felhasznált fogalomkészlet, amivel ezek az uralmi reprezentások, megpróbálták betölteni azt a funkciót, ami, ami egy ilyen évértékelő beszédnek az alapvető feladata, tehát elbeszélni az adott közösség számára a helyzetet, és hát felvázolni a teendőket, jelezni, hogy mit kellene megbeszélni, elbeszélni, mint helyzet, és megbeszélni, mint teendőt. Azt a mulatságos összefüggést azért érdemes előre hogy bármilyen élethalálharcot is vív egymással a mindenkori kormány pártot megjelenítő reprezentás, illetve az ellenzéket megjelenítő személy egy valamiben valójában tökéletesen egyetértenek, és ez talán úgy lehetne igazán átéreznünk, ha belegondolunk abba, hogy a mindenkori kormány Értelemszerűen minden ilyen értékelésben azt állítja, hogy a dolgok jól állnak, sőt nagyon jól állnak, és azért állnak jól, mert én kormányzok. A mindenkori ellenzék meg azt mondja, hogy a dolgok nagyon rosszul állnak, és azért állnak ilyen rosszul, mert hát ezek kormányoznak, bezek ha én kormányoznék, mint ahogy fogok is, és akkor, akkor viszont nagyon jól állnának a dolgok. Tehát a közös rész ebben az egymás kizáró részhalma, ezen egymást kizáró részhalmazók esetében a közös rész az, hogy valójában mind a kettő azt állítja, hogy a kormány mindenható. Mert hiszen ha én kormányzok, akkor azért kitűnőek a dolgok, mert én kormányzok. Ha meg ellenzékben vagyok, és mások kormányoznak, akkor azért annyira rosszak a dolgok, mert azok kormányoznak. De valójában mind azt állítja, hogy a mindenkori kormány mindenható. Tehát kizárólag attól jók vagy rosszak a dolgok, mert éppen én kormányzok vagy. A ha az, akkor jó, ha meg a másik kormányoz, akkor természetesen rossz, sőt, sőt, nagyon rossz. Ez természetesen nem igaz. A lokalitások kormányai nemcsak, hogy nem mindenhatók, hanem valójában mulatságosan, vagy szívszorítóan, tragikomikusan kevés mozgásterük van, de, és ezt rendkívül fontos hozzátenni, és ez a mostani magyar választásokra is igaz, és értelemszerűen az évértékelők hát nem is szólhatnak másról. 50 nappal a, választások előtt, ugyan mi másról szólnának az évértékelők, mint, vagy mi mások lehetnének az évértékelők, mint a lehető legütősebb, lendületesebb kampány beszédek, de attól még felsejlik belőlük néhány fontos tanúság. Ennek a megértéséhez talán onnan lenne érdemes kiindulni, amit már többször idéztem, ez azt a szem a 2011-es évértékelő beszéde volt Orbán Viktornak, a második kormányzása volt ez, amikor ugye tízben óriási többséget szerzett a Fidesz, és ezt, ezen győzelmet követően az első évértékelő beszéd, és azt azzal a fordulattal kezdte, hogy Kérdeztem otthon a feleségemet, hogy miről beszéljek itt. Azt mondta, mondja el mindent. Na, abból baj lesz, válaszoltam neki. Ez kétségtelen egy szellemes felütés volt, mert arra hívta fel a figyelmet, hogy barátaim, hát teljesen mindegy, hogy hány százalékkal nyerek én, speciális 68 százalékos többségem van, de hiába vagyok egy 68%-os többségű kormány vezetője, még kimondani sem mondhatok ki akármit, különösen nem a lényeget, hát még mindezt megcselekedni. Tehát kétségtelen szellemes öniróniával valóban egy nagyon lényeges összefüggést fejezett ki, pontosan azt, amiről a bevezetőben szóltam, hogy minden. Lokalitás bármilyen magasrangú uralmi reprezentánsa egy végzetes satuba van beszorítva, ahol az egyik satupofa a birodalom, a másik meg bizonyos értelemben véve az alávetett, a lokalitás alávetett népének valósága, és kormányozni csak úgy tud, hogy Hát megpróbálja mégis valahogy elbeszélni az elbeszélhetetlent, és ennek a legfrappánsabb, legszellemesebb módja a kétségtelen ez. Igaz, hogy az, a, 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 az igazi poén az lett volna, ezt ugye néhány héttel később, néhány percig volt alkalmam Orbán Viktorral személyesen is beszélni erről, és akkor mondtam is neki, hogy az igazi poén az lett volna, hogyha ezután, meghajolsz, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, csak ennyit szerettem volna mondani, hiszen semmi értelme itt szaporítani a szót, hogyha úgy sem beszélhetek arról, mert akkor baj lesz, mint amiről beszélni kellene. Márpedig hát ez a helyzet legfeljebb nagyon kódoltan üzenni lehet. Nos, miről lehet üzenni? Bibó István, ezt is többször idéztük híres és különösen beszédes című dolgozatában, amelynek címe Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem, abban szerepel ez a nevezetes mondat, hogyha egy emberi közösség a hazugságok olyan zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez előbb utóbb elvezet az adott emberi közösség általános értelmi és erkölcsi lezűléséhez. Tehát ha a világ szellemi lejtőjét és mondjuk az európai lokalitások és ebből a szempontból Nyugat-Európa élen jár, ott sokkal gyorsabb ez a szellemi lepusztulás, mint abban a kelet- és közép-európában, ahol azért egy kicsit edzettebbek és egészséges gyanakvással jobban felvértezettek az állampolgárok. Tehát ez a, ez a, lepusztulási folyamat teljesen egyértelművé teszi minnyájunk számára azt, amit ami Bibó István megfogalmaz, hogy az általános értelmi és erkölcsi lezüllés elkerülhetetlen egy olyan emberi közösségben, ahol a dolgokat nem lehet nevükön nevezni. Már pedig legalább 150 éve nem lehet a dolgokat nevükön nevezni, már a kiegyezés is egy rendkívül primitív, színikus, gátlástalan hazugság volt. Maga Bibó István történészként egyébként a kiegyezésnek, az 1867-es kiegyezésnek talán az egyik legszigorúbb kritikusa volt. Az az alaphazugság, ami szintén többször érintettünk, hogy azért kellett kiegyezni a magyar és osztrák, uralmi csoportoknak, hogy a, hát leginkább mondjuk a Rothschild ház által képviselt glob, nem létező globális pénzhatalmi rendszer totális uralmát és diktatúráját valahogy elfedjék. Tehát ez csak egy fedőszöveg volt, hogy akkor itt osztrák-magyar monarchia és kiegyezés, mert hiszen mindkét uralmi csoport, az osztrák és magyar uralmi csoportok is gyakorlatilag jelentéktelen pojácák voltak a legmagasabb rendű arisztokratákat is beleértve, és egyszerűen csak leadminisztrálták azt egy Andrási, vagy hát sajnos egy Tisza is, aki maximum odáig tudott elmenni, hogy ezzel a háborúval Magyarország semmit nem nyerthet, viszont mindent elveszíthet, majd öt perc múlva belépett a háborúba, Magyarország mindent elvesztett, őt magát pedig legyilkolták, tehát nagyjából ez volt a szellemi teljesítménye annak a valaminek, amit a kiegyezés rendszerének nevezünk, és ez az általános értelmi erkölcsi lezűlés pont azért következett, hogy nem lehetett a dolgokat nevükön nevezni. Maga a lezűlés nagyjából azóta is tart, tehát megállítani nem lehet, illetve az elmúlt 12 év azt látszik bizonyítani, hogyha a legcsekélyebb kísérletet tesz egy uralmi reprezentáns, jelen esetben Orbán Viktor, hogy hogy az elmúlt 12 évben, hogy az egész globális hatalmi rendszernek olyan elemeit is a közbeszéd, a diskurzus tárgyává tegye, amelyek szigorú tabunak számítanak, akkor, ha úgy tetszik, ez a jutalma. Tehát az abszolút kirekesztés, megbélyegzés, diktátor, a jogállamiság, sárbatiprása, és tehát azok a megtorló intézkedések, amelyeket látunk pedig pedig azért tegyük hozzá, hogy ez igazából csak egy ártatlan kísérlet arra, hogy a birodalmi, brutális diktátumot, a legkülönbözőbb identitásokat illetően, hát legalábbis jelezze ezen diktátumokkal kapcsolatban, hogy a Magyarország nevű lokalitás, ha lehet, akkor a diktátum minden elemét nem feltétlenül vezetné, át, minden pusztító elemét nem feltétlenül vezetne, vezetné át az adott lokalitásra. Tehát az évértékelő beszédek, Közötti különbségek ma is alapvetően abból adódtak, hogy tehát van egy olyan uralmi helyzet, legalább 150 éve, 160 éve a kiegyezés óta Magyarországon, ahol a dolgokat nem lehet nevükön nevezni. Ennek következtében van egy folyamatos erkölcs, értelmi értelmés erkölcsi lezűlés ahogy Bibó István mondja, és az uralmi elitek közötti árnyalatni különbségek, amelyek azért mégsem annyira jelentéktelenek, különösen ilyen kiélezett helyzetben, mint amit ma átél egész, az egész világ, Európa és persze Magyarország is, vagyis minden azon múlik, hogy például az ilyen évértékelő beszédekben legalább kódolt üzenetként valamilyen módon meg lehet -e jeleníteni a valóságos valóságot, ami természetesen a birodalmi diktátum, a globális birodalmi diktátum következtében abszolút tabunak, tabunak számít és ezek közül első helyen értelemszerűen az adott, identit, az adott lokalitás legalapvetőbb identitásának a megvédése van. Például az, hogy a gazdaságában, tehát az anyagi, fizikai újratermelésében van-e minimális önállósága a globális tőke struktúrákkal szemben? Tehát legalább odáig el tud-e jutni, Mária Terézi mondta, hogy etetni is kell a birkát, hogyha nyírni akarjuk. Tehát van-e mersze az adott uralmi csoportnak azt mondani, hogy kedves nem létező globális hatalom gazdaság, nagyon örülök, hogy itt vagy, nagyon örülök, hogy kifosztasz engem, ilyen külszíni fejtéssel letermelhető munkaerőelőhelyként használsz, csak arra kérlek, hogy legalább annyi erőforrást hagyjál vissza, amelyből a számodra való hosszú távú, kényelmes kifoszthatóság állapotába felhozhatom, vagy tarthatom a saját népemet. Körülbelül eddig tud elmenni, és már ezért is, tehát ennek a kimondásáért is súlyos. Megtorlások jártak az elmúlt 12 év során. A másik szintén óriási feszültséget kiváltó mozzanat, és a különböző évértékelők ezen a téren talán még nagyobb eltérést mutatnak. Az egyik a migráció, ami valójában a globális szennytömegnek fegyverként az európai keresztény fehér emberre való rávezetése, az európai keresztény fehér ember maradékának a felszámolására. Itt abszolút tabú ezt említeni. A másik pedig a család, tehát a három alapvető pillér, a család, a nemzet és a nagy kultúra, az európai keresztény fehér ember kultúrájának megsemmisítésére irányuló identitás háború, és Ebben annak a tabú kérdésnek a megtörése, annak a tabúnak a megtörése, amely jelezni kívánja, hogy az adott lokalitás igenis mindent igyekszik megtenni annak érdekében, hogy szemben ezzel a globális birodalmi nyomással mégiscsak megőrizze a három önazonosságának három alapvető pillérét, a családot, a nemzetet illetve hát az adott nagy kultúrán belül az adott lokalitás hosszútávú távú lét stratégiai érdekeit és, és törekvéseit. Az évértékelő beszédek tehát abban tudtak és tudnak csak különbözni egymástól, és ezt most is áttekintettük, és valójában ez rajzolja ki a választások tétjét is, hogy még az egyik oldalon, ezt szoktam én kisebbik rossznak nevezni, az van, ami az elmúlt 12 év során legalább kísérletet tett a dolgok néven nevezésére, tehát az általános értelmi és elkölcsi leszülés lassítására, illetve az adott lokalitás, Magyarországnak, hazánknak nevezünk, alapvető identitásának, anyagi, fizikai, értelemben, illetve a lelki erkölcsi szellemi értelemben vett identitás minimumának a megőrzésére tett kísérletet, míg a másik oldalon, tehát az ellenzéki oldalon, amit ebből a szempontból a legnagyobb rossznak nevezhetünk, mert a legnagyobb rossz ugyan mi lehetne más azon kívül, hogy egy lokális uralmi csoport nem hogy szembeszállna és ütközne legalább a minimális mértékig, mert túl sok lehetőség nincs, de azért nem nulla ez a mozgástér, Ahelyett, hogy tehát ütközne a birodalommal, ő maga segíti elő, hogy a birodalom minél kényelmesebben tudja kifosztani anyagi, fizikai, lelki, erkölcsi, szellemi értelemben véve a Magyarország nevű lokalitást. Ez tehát a választások tétje, és a, az évértékelőkben megnyel, megjelenő különbségek, azt hiszem, most is, ha legalábbis a kódolt üzeneteket helyesen olvassuk ki, leírják ezt a különbséget, ami a választásokon a legkisebb rossz, legkisebb rossz illetve legnagyobb rossz között felrajzolható. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.